Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk a Green Cottage Do It Yourself, és ez itt a Műhely Titkok. A mai műsorunkban kimozdulunk a kertbe, legalábbis gondolatban, és készítünk egy praktikus kerti tárolót. Nagyszerű ötlet, ugye? Vágjunk is bele! A szükséges dolgokat mi már beszereztük a praktikerben, a videó leírásában ezúttal is megtaláltok mindent. Ha ti is belevágnátok a barkácsolásba, látogassatok el a legközelebbi praktiker áruházba, ahol beszerezhettek minden hozzávalót. Először a tárolónk oldalait állítjuk össze. Két kereszttartóra fogjuk rögzíteni a léceket, és ezután már föl is állíthatjuk az oldalait. Mind tudjuk, hogy a belső számít igazán, és bármilyen hihetetlen, ez a kerti tárolókra is igaz. Ahhoz, hogy a mi kis kerti tárolónk igazán praktikus legyen, egy függőleges és egy vízszintes osztást fogunk benne elhelyezni. Az egyik ilyen kis osztásban pedig elhelyezünk egy fiókot, amiben a kisebb szerszámokat is tárolhatjuk. Majd ezt követően nagyméretű lyukakat fogunk fúrni az egyik vízszintes tároló felületre, ahhoz, hogy a nyeles szerszámok is elférjenek. A nagyméretű lyukak fúrásáról pedig készítettünk egy külön videót, amit ide kattintva megtekinthettek. És hát akkor, ha eddig elkészültünk, akkor jöhet a tető. Most, hogy ilyen szépen tető alá hoztuk ezt a kis tárolót, ideje, hogy vízhatlanná is tegyük. Ha a zsindelyt tökéletesen rakjuk fel a tetőre, akkor egészen biztosan vízálló tetőt fogunk kapni. Utolsó lépésként pedig felszerelünk egy ajtót a kis tárolónkra, és azért, hogy ez praktikusabb legyen, táblafestékkel fogjuk lefesteni. És ha erre kíváncsiak vagytok részletesebben, kattintsatok ide. Nos, hát el is készültünk akkor. És reméljük sikerült megmutatnunk, hogy milyen egyszerűen elkészül egy ilyen kis kerti tároló. Hamarosan újra találkozunk, addig is jó barkácsolás mindenkinek!